Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Ó, gyerekek, hát na. Gyakorlatilag két napot mentünk a kis csapattal. Az első, aki azt gondolja, hogy Afrikában mindig meleg van, az hülye. Ez voltam én. Hát meg most két napja nincs jó idő. Ha figyelj, a tegnapi viszont 40 fok, tehát a tegnapi igen. Az nem érdekes. De tegnap előtt kitaláltuk, ugye, hogy kimegyünk a Krüger Nemzeti Parkba, mert itt vagyunk, meg kell nézni a vadállatokat. Hát az a világ csodája. Az a világ csodája. Egyrészt az összes német nyugdíjas pampalininak van öltözve. Tehát nem hiszed el. Pontosan. Aki kimegy szafarira, az érzi, hogy ő a szavannák királya. Neki rövid nadrágot kell hordani oldalzsebbel, egy olyan bakancsot, ami gyakorlatilag a Kilimandzsáró megmászására alkalmas, ér. De várjál, mondom, mert végig egy autón ülsz. Tehát le nem szállsz, bakancsra nincs szükség. Így kell óriási kalapot fölvenned, pampalini kalapot, nem, ugye nem parafa kalap van, hanem ilyen anyagból van valami, de ez a nagy kalap, és kell keki színű inget hordanod, nagy zsebekkel, és távcső kell legyen rajta. Tehát így néz ki a német nyugdíjas, aki pampalinit játszik. Arról már lehet gondolkodni, hogy az hogy van, hogy ezeknek mindenre van pénze, de ez egy másik történet. Figyelj, nem hiszed el, csak nyugdíjasok, mindenki jippel megy, illetve ezek a bizonyos pick-upok, aminek van két ülése elől a kis térben, ahol ülnek, és utána mindenki legyártja magának ilyen háromsoros ülésekkel, egy magasított szerkezet, van rajta egy tető, és az oldala is vászonból van, mert ha jön az oroszlán, annak ugye tök mindegy, hogy vásznat kell széttépni, vagy pedig akármilyen más anyagot. Na, így indultunk el reggel 5-kor, hogy megérkezett ide a szállodához ez a szerkezet, egy ilyen cucc, és mi fölültünk rá, mondták, hogy azért hűvös van hajnali 5-kor, most nem hűvös van, a jeges északi szél tombolt, befújta. Ezt nem is értem, hogy miért nyitott busszal mentetek másfél órás Krügerig, tehát csak a parkjegyre értek, az másfél óra. Na igen, mi is arra gondoltunk, hogy odáig elmegyünk valami jó mikrobusszal, aztán átszállunk egy ilyenbe, és nekünk jó lesz, nekünk nem volt jó, a csávó hozott pokorócokat, 4 fő ült hátul, összegubózva, már gyakorlatilag a Gyula mellé így behúzott. Ez összehozza a munkatársokat, de a lényeg az, hogy elértünk a Krüger Nemzeti Parkba, ahova bementünk, és gyerekek, hát nem hiszitek el, tehát oda menjetek el, tudom, hogy mikor, és hülye kérdés volt, vagy hülye javaslat volt a részemről, annyira más, mert az állatkertben is látsz mondjuk elefántot, de ott tudod, hogy nem jön ki, mert van egy védelmi rendszer, és amikor 10 méterre tőled így rád néz, majd átrohan az úton, akkor az egyszerűen olyan élmény, hogy így nem tudsz mit kezdeni vele, mert szabadon van, mert látod, hogy ez az ő élőhelye, egy kicsit betolakodó vagy, és látod, hogy ha a kedve úgy tartaná, hogy most ő nem arra akar menni, hanem emelre, ahol te vagy, akkor hello. Például elkezdtünk vitatkozni a sofőrünkkel, Zsüld kollégával ketten voltunk a fotósok, és a fotósnak sose jó. Tehát a fotós mindig 5 centivel arrébb akar állni, miért nem szemből állunk, és megtaláltunk egy kisebb elefánt csordát, hát ez 3 elefántból állt, és mondtuk neki, hogy így álljál meg szembe velünk. És mondtuk, hogy nagyon aranyosak vagytok, csak ha elindulnak, akkor erre fognak futni. És nem az akarjuk, nem hogy erre fussanak. És 3 elefánt, meg 3 fehér között. Igen, az nem ugyan. Valószínűleg arra fele fog billenni majd a mérleg. Igen, valószínűleg ezt fog nyerni. Olyan szerencsések voltunk egyébként azon kívül, hogy rettet hideg volt és esett az eső végig, hogy egy állatot kivéve mindent láttunk. Az oroszlánunk nem volt, de volt például gepárdunk. Ja, nem gepárd. Hogy hívják azt a pöttyöset? Hiéna. Az katica. Nem, a katica borunk, az igen. Például az volt. Hiéna. Nem, hiénánk is volt. Leopárd. Leopárd, azaz. És azt mondta a csávó, hogy a leopárd az nagyon-nagyon ritkán lehet látni. Uh-huh. Na most a leopárd azt a következő féleképpen látod, megállsz az út mentén, van egy bődületes nagy szikla, pont olyan, mint az oroszlán király, ha valaki látta. Egyébként meg az egész táj is ugyanaz, nekem egyből ez ugrott be. És azt mondja a csávó, hogy ott van. Ekkor a busz, amivel így megállsz, így eldől balra, mert mindenki oda átmegy, és elkezdett skubizni, majd egy negyed óra múlva rájössz, hogy az ágak között az a szörpamacs, ami körülbelül ennyi, ekkora 1 centi. De nagy. Azaz. Lefotóztuk egy ilyen, majd megmutatom, hát gyakorlatilag az ág között egy lelógó farok van. Nem mozgott?
Szerintem az egy döglött izé. Aha, csak vagy elromlott a csörlő. Vagy, igen, vagy lemerült az elem. Ez lehetett benne. Hatalmas a terület, akkor majdnem mint fél Magyarország maga a Nemzeti Park, hát ennek szerintem egy tizedét tudtuk bejárni, mert mi egy egynapos túrára mentünk, de nagyon-nagyon jó volt. Ennél jobb csak a tegnapi túránk volt, mert akkor is kitaláltuk, hogy megyünk, nehogy már itthon üljünk egy percet is. Miután szétfagytunk, de tényleg szétfagytunk a Krügerben, mondtuk, hogy na most velünk senki nem fog szórakozni, nagy bakancs, hosszú nadrág. Így van. És rendes pulóver és minden. Na most reggel 8... A német nyugdíjasok. Nem, a német nyugdíjasok pampalinban nyomják, mi pirosban nyomtuk, tehát hogy megtévesszük az állatokat, akik nem tudták értelmezni, hogy ez mi volt. És tegnap elindultunk, tegnap pedig a világ harmadik legnagyobb kanyonjába látogattunk el. Nekem ez azért volt külön élmény, mert én sose voltam még ilyen nagyban. Tehát van, aki volt a csoportban már Amerikában, a Grand Canyonban, és neki az nyilván egy pedig más. Pedig azért pár kanyonban már te is belekacsoltál. Azok csak azok kisebb kanyonok voltak, és másféle élvezetet okoztak az embernek jót az listán, életében. Jó listán de jó, de így is van, az is kell az embernek. De ez, gyerekek, a képeket föltesszük a Facebookra, hát nézzétek meg, egyszerűen bámulatos és elképzelhetetlen, hogy ülsz a világ tetején, alattad van egy 1 kilométernyi mélység, és kanyarog egy folyó az alján, hát az valami elmondhatatlan, elmondhatatlanul szép. Ezt mind-mind nem fogjuk látni. Igen, hát ahol mi voltunk, meg amit mi csináltunk, látják a tévében. Igen, de mi például oda még nem jutottunk ki, bár a héten tervezzük, hogy megnézzünk benneteket, de előbbre valóak voltak ezek a programok, mert azt úgyis látjuk a tévében. Gyertek velünk nyugodtan arccal a bőrrák felé, mert mi viszont igen, kint állunk általában a pusztában, kb. 2 órán keresztül a tűzőnapon, és közben az én fejem az gyakorlatilag egy ilyen izévé kezd el, ilyen majolik a cserépé kezd el hasonlítani, egy mázas cserépé, miközben a testem meg halálosan fehér, tehát hogy így. Nagyon jó érzés. Tegnap igen, ahogy este bejöttél, akkor láttam is rajtad, hogy gyönyörű, de így reggelre mindig elmúlik igen. A pirosság. Fura is volt, amikor mondtad angolul, hogy nem kész takarítást. Köszönöm szépen, menjen ki! Na, a Majré csapatról csak annyit még, hogy reggel, ahogy elindultunk szombaton, ugye van az én két Gyulám, az én két gyönyörű barátom ebben a harcban, amit itt a Krüger Nemzeti Parkkal és Dél-Afrikával folytatunk. Gyula, a műszaki igazgatónk, ahogy fölült az autóra, elkezdte rendezgetni a kis csomagját. Elővette a következő dolgokat. Figyeljetek, bármi baj van. Van nálam betadin. Az nagyon jó. Az nagyon, Gyula, sokat, az nagyon jó. Várjál, megyek. Figyelj csak, az, meg van nálam ez a ragasztó szalag, amivel a sebet össze tudjuk fogni, ha baj van, az. És azt hiszem mondtad még, és volt nála még, mi volt nála egy dédalom. Nagyon jó. Minek az ilyeneket? Mi az, hogy minek az ilyeneket? Vicces. És ha bajunk lesz, hát ha feltépi meg... a hién a falka, a hasfaladat, akkor azért jó rá egy hanszablaszt. Akkor meg fog majd védeni bennünket. Úgyhogy így indultunk el, ez volt a kis csapatunk, de nagyon-nagyon jó volt tényleg. Úgyhogy tulajdonképpen most már kezdünk hálásak lenni nektek, hogy elvállaltátok ezt a tévéműsort. Egyébként tényleg. Csak miattatok. Tudom, hogy nem akartad egyébként, de figyelsz, kijönnek a Feriék 2 hétre kirándulgatnak. Persze, csak megcsináljuk nézzék ezt már meg ezt a kanyont. Úgyhogy nagyon-nagyon szép volt, nagyon-nagyon jó volt. Hién az teljes családban volt, és nagyon vicces, mert már annyira szocializálódtak szerintem ahhoz, hogy ott állandóan jönnek az autók, hogy oda jönnek a kocsihoz. Ami így egy kicsit gondolkozó, hogy kint az be. Kajáért jönnek szerintem. Igen. Nem etett senki. Nem? Nem, nem. Nem. Nagyon-nagyon figyelnek. Nincs helyi zó csemege? Nincs. Ilyen, hogy kiszáll is-e szabad a kocsiból. Zebra, lapocka, meg ilyenek, amiket így haigáltok jobbra-balra. Nincs. Kiszáll is-e szabad a kocsiból, mert nehogy valami probléma történjen, nehogy téged nézzenek élelmiszernek, úgyhogy nagyon jó volt. Az oroszlán támadásra meg láttunk egy olyan zebrát, de tök békésen legelészett, majd mindjárt megmutatom a képet nektek, akinek itt a hátsó részénél egy ilyen oroszlán karom. Hát foglalkozási ártalomra hát igen. Ja, szegények. Úgyhogy jó volt. Jó volt a vad természetben. Ez olyan hülyeség, mert hát semmi van nem volt benne, hiszen te ülsz egy kocsival, van ellátásod, bemész a táborokba. Ja, és nagyon vicces, úgy van megcsinálva, hogy körbe van kerítve az egész nemzeti park, ami hát egy kisebb beruházás lehetett tekintve a méretét, hogy 200 km hosszú és azt hiszem 80 km széles, és vannak bent éjszakai táborhelyek, amik szintén így körbe kerítve vannak, és este 6-kor becsukják a kaput. Na most becsukják a nemzeti park kapuját, és becsukják a tábor kapuját. Hoppá. Is. Tehát ha te a kettő között vagy, akkor se kisebb. És azt mondják, hogy éjszaka nem jó kint maradni. Aha, éjszaka nem szerencsés, állítólag. Nem? Állítólag. Csőre töltik vagy... a sátganokat. Hát, ha van nálad. Ja, és kérdeztük a mi emberünket, hogy van valami fegyveret, hogy ha mégis jön, és mondta, hogy nem, mert tök fölösleges, úgyse találod el. Aha, de mondom, te érted. Jó, hát, tesó, te értesz hozzá, nem? Tehát, hogy valami csak van veled, de azt mondta, hogy nem lehet. Az se lehet nála.
Ez kemény. Jó, de tényleg jó az volt. Az vagány. Na, akkor láttatok sok mindent. Nagyon. Persze. Jó, majd tényleg. Küldjétek már a fotókat. Jó, hogy majd jó. Tudjunk valamit vinni haza. Valamit. Egy képeslapot vettetek nekünk? Valamit? Á, nem, nem. Nem. Azt elfelejtettük. Valami szuvenírt hozhatatok volna, mert nem sok mindent fogunk látni. Még abban a két abban sem, amikor pihenő napunk van majd, mert akkor is forgatunk. De mindegy, hát ti mentek, ez a jó. Legalább van, aki elmesélje. Most mi alatt is sem mennétek. Képzeld, ki mesélni el? Hát legalább, érted? Legalább mondtok. Így van, mutatjuk a képeket. Van még valami erre a hétre, mert pénteken már indultok. Hát egyszer ki akarunk menni hozzátok, hogy megnézzük, hogy hogy működik a műsor. Szeretettel várunk benneteket. Hát, mondjuk a hangodban nem ez volt, de... Hallod? Szeretettel várunk. Úgyhogy ezt meg szeretnénk megnézni, és tegnap pedig felfedeztünk még újabb helyeket, de az a baj, hogy a csapat lelkesedését nem érzem. Tehát én már tegnap délután, hogy visszaértünk, földerítettem még egy-két helyet, mert van egy víziló parkunk itt a közelben, akkor van egy olyan kőrengeteg, ahol vadlovak rohangálnak, és a helyi gasztronómiát ott állítólag föl lehet fedezni. Tegnap mondtam, ugyanezt az arcot láttam, viszont mint ami most van a Zsülön, most már mondjuk röhög, de az előbb még tudod, ez a kicsit félig alszom. Jó van, hülye gyerek, ne szerepeljél már, üljél le igyál valami kávét. Úgyhogy én bennem van a bugi, most nem nagyon érzem még a csapatban azt, hogy aha, ők mennének valahova is. Vízilópark, ez kicsit unalmas. Miért lenne? Láttál már vízilovat közelről? Rohadtul nem is érdekel. Aha. Ja, mondjuk úgy igaz. Igen. Ahova nem mennék el, az a vízilópark. Meg nem, mintha bárhova lenne időm elmenni. Ez tök unalmas. Miért? Három vízilót, pörgeti a farkát. Viccelsz, hát a legtöbb emberi életet a vízilótámadások viszik el ebben a kontinensben, vagy ezen a kontinensen. A legveszélyesebb állat. A legjobb dolog oda menni, hozzá integetni neki. Meg nálunk általában úgyis kislabdával szokták etetni, emlékszünk ilyen esetre. Kislabdával és kilós kenyérrel. Igen. Igen. Meg még a jobbik eset. Gondolkoztam egyébként, hogy a te szemszögedből mesélem el ma reggel a történéseket. Na, az mi lett volna? Figyeljetek, ez az egész egy rakat szar, fölültünk, olyan hideg volt majd, mert figyelj, ott a fák között mozgott valami. Elköltözött a Gábor, ja, másról aki. Ja, ott hátul a fák között volt valami ízé mozgott, hát állít, talán egy elefánt, te figyelj, ilyen dögunalmas ízé. Fönnűsz 12 órán keresztül egy ilyen zögykörülődőszak. Mondjuk azt deszíttam volna. mit kaptak volna. Nyitott busszal mínusz 6 fokba szállítani az embereket 300 euróért. Az ne, biztos. Nem, te is szeretnéd. Jó, hát azt nem, azt a részét, a buszos részét nem, de Kína a Krügerben az az nagy világ. Te, és vadász leszel te is, elkezdesz keresni. Mert egyébként van egy olyan fél óra, vagy van olyan óra is, amikor semmi más nem történik, mint hogy zögykölődsz. Távcsövet vittetek magatokkal? Nem. Nem? Csak mondom, hogy nálam van. Ja, köszönjük szépen, de nem. Minek? Mentek valamikor a Krügerbe? Én még kimegyek akkor. Mert be van a táskám. Sajnos én nem tudom használni, de nektek biztos jól jött volna. Az biztos. Volt egyébként az emberünknél, meg ugye a fényképezőgépeket lehet úgy is használni, de tényleg így vadászolni. Mentek, és akkor nézem minden bokor, hogy úristen, mi lehet még ott. Mondjuk mi, hogyha állatot látunk nagy ritkán, az tényleg karnyújtási távolságú van, tehát hogy gyakorlatilag a forgatási helyszínek, igen, részben egyébként elgondoltam, de van a forgatási helyszínek mellett azért olyan kolóniák élnek, ilyen majom kolóniák élnek, ott a felföldön nálunk megvankiék, akik mondjuk kíváncsiak, oda jönnek, oda gyűlnek, iszonyú aranyosik, hihetetlenül cukik, tehát ilyen papa, mama, gyerekek, csupaszi vegyedek, ott állnak szépen az út mellett, ahogy kiszállsz, vagy lehúznod az ablakot, abban a pillanatban szétrebbernek, tehát nem nagyon lehet velük barátkozni, viszont azért itt is vannak olyan kellemes kis árukapcsolások, mint amikor az egyik kollégánk elmondja, hogy ő reggelenként meg szokott fürdeni a patakban, nagyon jó kedve, mert hogy a természet közelség, és egyébként a kristálytisztalítás, stb. És utána pedig jön valaki, az egyik gyártásvezető csaj, és mondja, hogy képzeljétek, mit látunk, na mit láttatok, úszni egy zöld mambát a folyóban. Ahol ő egyébként reggelenként szokott mosakodni. Tehát azért képzeld már, amikor benn vagy a folyocskába, mosakodsz itt is, ott is, jó van, a lágy részek is, oké, okay, megvan minden, ja, Istenem, a természet, de csodálatos, és szembeúszik veled egy zöld mamba. És azért ott mondjuk így elég nehéz, mondjuk így pozíciót váltani így hirtelenjében. Szóval itt nálunk ilyesmi van. Hova? Le kell bukni a mamba alá, és foggal így föltépni van a hasát. Aha, igen, csak lehet, hogy a mamba is ebben a pillanatban azt gondolja, hogy Isten, mi volt a vízben, lebukok a víz. De egyébként mióta úszik a kígyó? Az hogy van, hogy ez bemegy a vízbe? Nem fél az a víztől? Ez a sikló bemegy, de a kígyó is szeret úszni? Igen, igen, és állítólag meglehetősen jól is tud. Tényleg? Igen. Ezt nem tudtam. Azt nem csak a siklók úsznak, ezek a vízisiklók. Azért az nem szerencsés. Uh-huh. Belefutsz egy ilyen zöld mambába. Igen. Az is harap. Az nagyon. Ez is nagyot, igen. Berta nevű kolléganőnk osztotta meg velünk egy este ezt az információt, hogy előszeretettel. Előszeretettel haladnak. Köszönjük, Berta. Igen. Így van.
Berta, akit Juditnak hívnak. De... Igen. Igen? Persze. De szerintem a hallgatók szempontjában igazából túl sok jelentősége nincsen. Igen. Igen. Nem mindegy. Morning Show. Érdekes összesítést csinált az egyik netes oldal, és készítettek egy vicces számítást, és összehasonlították a japán vonatot a MÁV-val, és megpróbálták egy érdekes logaritmus alapján kiszámítani, hogy körülbelül, ha a fejlődési ütemet nézik a japán vonatnál és a magyar vonatnál, akkor mikor lesz esélye a magyar MÁV-val közlekedőknek, a magyar MÁV-on utazóknak arra, hogy ugyanolyan színvonalon utazzanak, mint például Japánban, akik a japán állami vasutat veszik igénybe. Hát, az összesítés egyébként nagyon érdekes, és sok jó adat van a japán, illetve a magyar vasútról, késések szempontjából is megdöbbentő adatokat. Ez akkor lesz majd, amikor újra festik a nevemet, a kövemen. A sírkövemen. Nem. Mikor már újra? Igen. Mondom, tippeljünk. Én olyan... tehát a mostani japán állapotot szerintem el lehet érni mondjuk 40 év, 2060. Uh-huh. 2064 körül. Akkor ők már mondjuk nem itt lesznek, tehát akkor ők már nagyon elő lesznek, de szerintem amit most ott tudnak, az biztos, hogy 40 év alatt meg lehet csinálni. Na mire gondolsz a tömeges haraki? Nem a sebességre és a pontosságra. Tehát arra gondolsz, hogy 40 év múlva a MÁV olyan állapotban lesz, mint most a japán állami vasút? Szerintem annyi kell neki. Igen? Aha, szerintem annyi kell. Érdekesen számoltak egyébként, és összeszedtek egy-két érdekes adatot a MÁV-ról, illetve a japán állami vasútra. Nem akarom azok szívébe a tört forgatni, akik egyébként minden reggel ott állnak mondjuk a Szobvác vonalon, és napi fél órás késésre úgy tekintenek, hogy ja, de már hogy itt van, is. Még azt hittem tudok inni egy kávét, de jó, ma csak fél órát késik a MÁV, de hihetetlen a kettő összehasonlítása. Tehát emberi léptékkel, magyar fejjel szinte felfoghatatlan. Már a Szújó egyszer betelefonált, ugye beszéltünk néhány percig a japán vasútról, de itt is érdekes adatok vannak. Miért mondod, hogy de hogy is? Hogy hát figyelj, hogyha azt mondjuk, hogy 40 év, akkor legalább adsz nekik egy jövőképet. Hogy a gyerekeik pontosan bejönnek majd. A fényt az alagút végén, érted? Hogy legalább valami fejlődés lesz valamikor. De hát ez a 40 év szerintem úgy következhetne be esetleg, hogyha a japán állami vasútokra mostantól kezdve nem költenének semmit. Na azért mondtam, hogy a mostani állapotát fogjuk elérni 40 év múlva. Annyira jó lenne egy jó lerokkant japán vonat itt nálunk. Átvenni. De miért, mit mond a kutatás, mikorra lesz olyan, mint ott? Tulajdonképpen csak a vége szól erről, igazából addig csak összehasonlítják a két vonatot, és megnézik a gyorsulást. Na csak egy-két adat, hogy milyen vonatokon utaznak a japánok. Érdekes maga a cikk egyébként. Azt írja, hogy minden egyes Shinkansennek az elektromos motorját egyébként egy 22.000 lóerős kis szerelvény húzza, ezzel 3 perc alatt gyorsul 270-es tempóra álló helyzetből. Szépen lassan, egyébként nem is egy erős gyorsulás, 270-re felgyorsul. És itt sem tudják magukat kifutni a szerelvények, áll ebben a cikkben, mert hogy a legtöbb vonalon biztonsági okokból 270-300 km-re limitálják a sebességet. Tehát ő tudna gyorsabban a teszteken menni. 400 feletti tempót is mennek ezek a vonatok. Tehát most, akik éppen ott zötyögnek a MÁV-on, tényleg ne kapcsoljanak el, de hogy megdöbbentő. 400-at tudsz menni Békés Csaba Budapest, ami most 3,5 óra, az fél óra. Az fél óra lenne körülbelül, igen. Tokiói pályaudvar, csak milyen forgalmat bonyolítanak, itt is van egy összehasonlítás a nyugati pályaudvarra. Ez egy elég forgalmas vasútállomás, napi 400 ezer utasával, a nyugati pályaudvar 50 ezret szolgál ki egyébként. Összesen 5 peronon dolgoznak, tehát nincs más, egy-egy ilyen nagyobb pályaudvaron. Ide pontosan 12 percen belül, vagy 12 percenként futnak be és indulnak a járatok. Az utasoknak kereken 5 percük van le és felszállni, és itt jön egy érdekes adat, hogy spontán sorok képződnek, azt hiszed te laikusként, európaiként, hogy spontán sorok, viszont van egy felirat a peronokon, Japánban, ami azt mondta, hogy itt lesz majd az ajtó. Amit így nem előre jelent. Mondja? Igen. Igen, hogy és ott is van itt mi? Lesz majd az ajtó, a cikk írója azt írja, hogy centire pontosan megjelenik ott az ajtó. A MÁV-nál ide jön majd a vonat, ha megérkezik. Hát ha oda jön, várjál, ugye, ha oda jön. Tehát ide jön majd. Fékes! Azok a rohadt vasúti cínek, és az a rohadt falevél, igen. Született erről egy könyvén, erre rákerestem, és 7 percük van egyébként a személyzetnek, hogy kitakarítsák az egész vonatot. 7 perc alatt futnak át. Róluk egyébként írtak könyvet, hogy egy 22 fős takarító kommandó száll föl a vasútra, és 7 perc alatt kitakarítja. Róluk egyébként írtak, egy igazi bestseller lett Japánban, hogy ők hogy dolgoznak, hogy van a munkaleosztás, ki a főnök, mit csinálnak, milyen emberek mennek el dolgozni. Hihetetlen, 7 perc alatt csonttisztára nyalják az egészet.
Jó, hát nálunk is vannak olyan kontingensek, amik szintén egyébként a MÁV környékén dolgoznak, és pontosan ugyanennyi idő alatt takarítanak le bármilyen fényvezetéket. Bárhonnan. Igen, manuálisan vezet a sofőr, az hasonlít az itteni. Az így ugyanaz, nem? Igen. Az automatika csak segít, és folyamatosan jelzi a sebességhatárt, fékez, ha túllépne egyébként a sofőr, valamint próbálja a sofőrt a késés behozására buzdítani, tehát ha érzékeli, hogy a megállóban valami 3 másodpercet összeszedtek, akkor kicsit gyorsít, hogy a következő megállóra behozza azt a 3 másodpercet, ezért nem késnek soha. De ez a dolog, ez a funkció, ugye, amikor ugye jelzi a sofőrnek, vagy a mozdonyvezetőnek azt, hogy éppen késésben vannak, ezt csak általában tesztüzemmódban látják, mert nem késik. Nem késik, igen. A pontos érkezés a vonatvezető felelőssége, nagy rajtuk a teher, hihetetlenül megfizetik őket. A mérnökökével vetekszik kint Japánban a mozdonyvezetőknek a fizetése, írja ez a cikk, mert hogy brutális nagy a felelősség rajtuk. És valószínűleg a tudásuk is vetekszik a mérnökével. Bizony. És még jól lehet csajozni ott, akkor ezek szerint ezzel. Ilyen foglalkozó, mozdonyvezető vagyok. Az menő. 500 kilométeres a táv, típustól függően 2,5-3 óra alatt megteszi a vonat egyébként. 17 megálló van, és 1300 utas. Ez a japán rész. Jön a magyar. Igen, az jó, az a várjuk, bár azt ismerjük. Aha. Mindeközben Magyarországon írja a cikk szerzője egyébként szellemesen. A MÁV járatai a cég statisztikája szerint 2008 óta összesen 12 millió percet, vagyis 6 év alatt 23 évet késtek. Atya, úristen! 12 millió percet, vagyis 6 év alatt 23 évet késtek. A Magyar Vasút ezzel egész Európában a legpontatlanabbnak számít. A MÁV egyébként úgy nyilatkozott, hogy legkevésbé a vasútársaságon múlik, sokkal inkább külső körülmények, amiben egyébként nyilván van igazság, a külső körülmények sokszor szóba jöhetnek. Japán statisztika a késésekről. Éves átlagban 18 és 36 másodperc között ingadozik a késés. Á, de ez az összvonal. Várj, ez az összvonal. Igen. Az elmúlt 20 években a Shinkansennek átlagos pontossága 18-36 másodperc között ingadozik. Japánban a késést évtizedek óta másodpercben mérjük. Igen, és börtönnel büntet. Igen, és lemond a vasútársaság vezetője, ha megtörténik a késés. Szemben a 12 millió perccel, ami ugye hát 23 évnek felel meg. Jó munkához idő kell. De melyik a te jó munka a késésnél? Hova rohanunk, mi ez a kapkodás? Érted? Igen, és akkor itt jön a számítás, hogy mikor leszünk olyanok. Az első magyar vasútvonalon írja a cikk, 1846-ban Pest és Vác között 59 perc alatt döcögött. Azóta ez javult? Nem. Nem. Nézd meg a dátumot. 1846, Pest-Vác 59. Ha most valaki meg tudja nekünk írni, mert vonattal közlekedik, írja már meg, hogy egy Pest-Vác körülbelül mennyi idő. Hát késéssel vagy késés nélkül? Nem, ez 59 perc, ha nem késik a vonat. Aha. Mindegy, hogyha késik, maga beállni a megálló. Igen, tehát a késéssel bármennyien benne van. Most mennyi egy Pest-Vác? De jó lenne, ezt valaki elküldeni nekünk. 1846-ban 59 perc volt. Itt benne van a cikkben, hogy elvileg mennyi. 33 kilométeres a táv, ez egy gyorsított útvonal. A zónázó vonat 28 perc alatt futja be. Ebből azt mondják, hogy a MÁV 168 év alatt 2,1-szeres gyorsulást mutatott be. Aha. Azon gondolkozom, hogy ha lehetne bármilyen újítást kérni a munkahelyemen 2226-ra, hogy milyen újításokat tudnék elképzelni. A mi munkahelyünkön? Bármilyen munkahelyen, igen. Uh-huh. Tehát mi az az újítás, amit a 200 év alatt mondjuk magadnak szívesen megugranál? Aha. Hát ha egy szellőző a férfi klotyóba. És erre gondoltam, igen. Az nem állhatom. Én úgy érzem, hogy én ott meg is lennék. Én megmondom őszintén. Szeretem benned, hogy túl sokat akar. Figyeljetek, srácok, én megelégszem ennyivel. Az érdekel, már egy pár szarkalább meg ránc gyűlt az arcomra miatt, hogy bementem, és nem tudtam bemenni. De miért nem használod a női budit, ahogy én egyébként? Miért nem használod a női budit? Hát, mert úriember, hát most ott valaki bekopog és kiszól azért férfi hangon. Azért, mert ott mindig te szarsz. Te szemétálod. Soha. Nem csinálok olyat. Akár hátszor oda megyek, mindig bekopog. Ja, foglal. Igen. Te vagy az, Bali. Te vagy az, Bali. Nem hiszem el, hogy már megint. Soha nem megyek. Na, soha azt tudom. Soha. Tudom. Én inkább bélcsavarodást kapok, de hazamegyek. Hogy rám de nem pisilni fog... ott pisilsz. Igen, de hogy rám nem fogod rám nyitni az ajtót, miközben ott gittelek, az biztos. Én inkább folyjon ki a szemem. Aha, komolyan. Nem, nekem az egy szeánsz, én azt hazaviszem. Igazából én azt érzem nekem, már, nekem hogy... Nekem az egy szertartás, de én nem. Hogy nem. Lassan már érted, csöbörből vödörben, mert hogy a múltkor láttam, amikor a Roli kijött a női vécén, na ott mondtam le erről a dologról.
Tehát, hogy azt is elveszítettük. Az utolsó mencsvárunk, az utolsó erődünk, az utolsó várunk, az utolsó torony is ledölt. Roli kijött a női WC-ből. Sokan járnak oda. Nézzünk egy-két SMS-t. 20 évvel ezelőtt egy 50 kilométeres táv, kb. 15 megállóval. Azt mondjam, micsoda itt van, 15 megálló, 50 perc alatt tettük meg, most ugyanezen a távon, zónázóval, azaz 4 megálló érintésével ugyanez az idő. Elgondolkodtató egyébként, írja egy hallgató, igen. Gyerekek, most építik a pályákat a 120-as tempóra, messze vagyunk még a 300-tól. Nyilván nem lehet összehasonlítani, persze, nem is akarjuk összehasonlítani, hogy? Csak eljátszottunk a gondolattal, a cikk egyébként nagyon jó. De mit történik 130-nál? Most csak így, hogy mi az, hogy 120-as tempóra építik a pályát? Hát, hogy olyan állapotba hozzák a sineket, ugye nem a 121-nél már görbülni kezd? Nem. Hát ugye balesetveszélyes lesz, tehát, hogy ugye nem a mozdony nem tudja a sebességet, hanem a sinek állapota miatt nem tudsz gyorsabban menni. Tehát, ahol 30-al megy a vonatot, nem a mozdony miatt megy 30-al, hanem olyan állapotban vannak a sinek, hogy kint vannak a mozdonyvezetőknek a táblák, hogy ugyanúgy, ahogy rossz állapotú az út, ugyanúgy rossz állapotú a sín, és azért kell visszalassítani 30-ra. És ennek mi az oka pontosan, nem tudom, hogy följön a talpa, a görbe a sín van, menne egy, nem tudom. Meleg van, hideg van. Meleg van, hideg van, de hogy a sinek nincsenek jó állapotban a vonat, igen, bírnának többet. Vagy úgy csinálják, mint a Tiszának a szabályozás, hogy levágják a kanyarokat? Igen. Mert a sok kanyar miatt. Ami te vagy igen, a lexikális tudásod neked a legnagyobb, hogy 1846-ban mivel mentek ezek a vonatok? Azok már gőzvonatok voltak, hogy befogtak elé még két szamarat, meg gőzzel, egy tevét? Tehát az már akkor gőzzel ment. Persze. Uh-huh. Ezek gőzgépek voltak. Na de meghajtották jobb a gőzgép, mint az gyerekek, elektromos, azt mondod? De 1840, 10 percet hoztunk le az időből. Na de az milyen 160 év alatt gyöngyörű 10 perccel lett rövidebb ez az út. Ez van. Hát figyeljetek, ez haladás. És örüljél neki, haladás, mert most lehetne már több is. Igen. Széchenyi ezt vizionálta annak idején. Ez a haladás. Mondjad? 45 perc a személy. És a gyors? 47. Na, lement, akkor megvan a 28. Akkor na, tessék. Az jó, na, akkor lefeleztük. Ez a gyors. Akkor lefeleztük, gyerekek. Hopp, egy megálló. A kutya pályán. Elmaradt. Nézd a rohanékot, ott állt a masinisztok. Bocsász! De jó lenne már így menne egyébként, igen. Jaj. Hát ez érdekes. Jó ez a cikk. Egyébként. Igen, feldobja az ember. Aha, tényleg. De tényleg? Komolyan mondom, hogy ha engem kineveznének, és... mondjuk a MÁV kommunikációs igazgatója lennék. Már most azt is, neked igen, nem elég igen, az összes többi poszt. Az első intézkedésem az lenne, hogy berendelném a menetrendeket. Én ezt sokszor hangsúlyozom, de higgyétek el, a múltkor is mondtam, nem kaptatok rá. Berendelném az összes menetrendet, és meggyújtanám a menetidőt. Ugye megnyújtanád. Aha. Tehát azt mondanád, hogy a Vác Budapest az 1 óra 50 perc. Így van. És 28 perc alatt ott vagy. Hogy örülnek? Ha ott vagyok, örülsz, állj ki előbb. Nem így van? Hát miért írnak be egy 40 perces menetidőt, amikor tudják, hogy 60? Miért nem írják be? Hát ugyanúgy, mint jön a troli, 18 óra 7-kor jön, 18 óra 27-kor. Látom, hogy mikor ér be mondjuk a nyugatiba, és nem azt írom, hogy 18 óra 7, hát rohadjak meg, tudom, hogy úgy se ér oda 18 óra 7-re. Beírom a 18 óra 43-at. És ott van a vonat 18 óra 43-ra. Mi történik? Mit lát az utas? Pontos. Hogy pontosan érkezik a vonat. Mi történik? Nincs késés. 23 millió másodperc, lefeleződik, harmalodolódik, negyedeledik, és vége van. Szerintem ott követel el a hibát, hogy egy túlságosan költséges dolgot vizionáltál most. Megnyújtom a menetidőt. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mindegyik menetrendnek, ott egy MÁV menetrend, e fölé azt írnak, hogy Benedek-Elek, 2. MÁV menetre. Innentől kezdve érted, az emberek nem vennék komolyan a dolgot, örülnének neki, hogyha megtörténne, tényleg odaérnek, de egyébként látnák, hogy ez egy mesekönyv. Igen, de nem jó megoldás? Jó, tényleg. Nem jó. Érsz oda időben, nyújtsd meg a menetidőt. Félsz attól, hogy nem vagy ott időben? Húzz a menetidőn. Mindenki boldog, odaérsz. Te utasként... Sőt, még van, hogy fele idő alatt ott vagy. Te utasként tudod, hogy nem kell kimenned 18 óra 10-re, mert a büdös életben nem lesz vonat. Lehajthatod, vagy ráhajthatod a fejedet a sírre, adhatsz füstjeleket, semmi nem jön arra. Állj ki 18 óra 40-kor. Náluk azért, hogy... És ott lesz a vonat 18 óra 47-re. Hát nem jó megoldás? Így van. Hát nálunk Hegyesfül az Indián elaludna a sínekkel. Igen. Na jó van. Érdekes cikk egyébként. Legalább jó ezt olvasni, hogy náluk így megy. Aha. Nem? Az ember szájtát van. Ha japán állampolgár vagy, akkor jó olvas. Nekik is biztos megvan a saját gondjuk, csak nekik nem a MÁV-val, hanem más valamivel, érted? Uh-huh. Hát nem lehet minden tökéletes. De miért? De az, hogy túl nagyot álmodunk. Nincs ilyen, hogy mit tudom én, a román állami vasutakkal vagyunk összehasonlítva, vagy esetleg... Állítólag jön. Nyilván itt a legszuperebben hasonlítottak össze bennünket. Egyébként a fotókat érdemes megnézni, írja még a cikk, hogy azért egy hegyes az orruk, mert hogy a jégmadárról mintázták, mert a jégmadár, ahogy repül befelé,
ugye kevés a légellenállás, és amikor bemegy az alagútba ez a Shinkansen, vagy az alagutakba, akkor tolja maga előtt a levegőt, és ez a csúcsos sor, ez úgy van kialakítva, hogy ugye folyamatosan tolja maga előtt a levegőt, hogy azt se lassítsa, és a jégmadárról mintázták az órát, mert amikor zuhan, az is valami ilyen alakot vesz fel. Na, de van jó. Nekünk jégmadarunk? Nincsen. Nincs, de van. Hát akkor, de nem, akkor nekünk pulióróak lesznek. Na, ez az, azért nem tudtuk pulióna mintázni. Szőrös bordos, igen. Így van, apró, picit, de annál nagyobb a pofája. Morning Show. Olvastad a Pataki legújabb nyilatkozatát? Hogy a hírességek között is vannak ufók, arra hát gyerekek, én sokáig azt gondoltam, hogy én értem az Attilát, meg hogy tulajdonképpen, ha most nem bulvárosan nézzük, hogy mit akar mondani azzal, amit ő mond, még talán van is benne valami, amivel tudok azonosulni. Várj, azért ezt tisztázzuk majd, hogy melyik része. Később a beszélgetésben erre azért térje vissza, hogy melyiket tudsz azonosulni. Hogy a lélek időszaka jön el, meg a gondolatiság? Hogy a lélek, meg a pólusváltás, meg hogy mi történt, és a gondolatiság, és hogy tulajdonképpen igen, tehát az értékrendek, amik mostanáig fontosak voltak, azok szépen lassan megváltoznak, és ugye tulajdonképpen az anyagi világ ideje majd egyszer nyilván lejár, és mindenki rájön, hogy az hosszú távon nem okoz boldogságot, és ez szépen lassan valahogy megváltozik. Tehát ezt sokan mondták, hogy ugye ez megtörténhet. És vannak ilyen morzsák, vagy foszlányok, amivel egyet tudok érteni, de most azt mondta, és ez számomra most már tényleg teljesen megdöbbentő, hogy ő tudja, hogy melyik celeb UFO. Aha. És azt tudod, konkrétan, és így elgondolkoztam, hogy mi van, ha rólam gondolja. Na? De megnyugodtam, mert elolvasom a cikket, és azt mondta, hogy személyes találkozásnál az erős kisugárzás miatt jött rá, hogy ő más. Na, hogy az UFO más? A celeb UFO? Az ember más, igen, és azt mondta, hogy 2 évvel ezelőtt találkozott egyel, azonnal felismerte, olyan kisugárzása volt, és ebből még magamra gondoltam. De aztán ugye a 2 évvel ezelőtt találkozásnál rájöttem, hogy ez nem lehetek én. Azt mondta, hogy rögtön érezte, hogy ő micsoda. Tehát többféle UFO is van. Azonosítani is tudja. Annyit elárulhatok, hogy nem énekes volt. De közszereplő. Aha, akkor ez még lehetsz te? Találkoztatok 2 éve? Hát, fene se tudja. Nem. Tehát celeb, közszereplő, de nem énekes. Nem. És ezt ő elmondta az egyik napilapnak, szóval, hogy azt mondja, hogy alakváltó közszereplő. Alakváltó. Akkor nem váltó műtét, vagy nem? Igen. Várjál. Angéla. Akkor Angéla lehet az. Igen, nem. Alakváltó alakváltó közszereplő. Az mondjuk a plasztikai sebészet után. Ki a legnagyobb plasztikázós? Krasznai. Krasznai tünde. Ja ne, azt hiszem a Krasznai sebészre gondolsz, mondom a Krasznai, Krasznai tünde. De hogy érted ezt, hogy alakváltók a közszereplők, és hogy ő használta tulajdonképpen ezt a kifejezést, hogy alakváltó. De ez mi a fenét jelent? De az alakváltó az azt jelenti, hogy ő UFO-ként mondjuk egy ilyen ragacsos izé, ami csúszik az asztalon, vagy egy hatlábú, egyfejű nagy szörny, és át tud változni emberré. Így alakváltó? Vagy az évek alatt sokat változott. Sokat, vagy a sokat hízott. Aha. Mit tudom én, Tóth Vera. Aha. Aki állandóan szegényként a súlyával küzd, aztán most már egy ideje belenyugodott ebben. De hogy ő ezt komolyan gondolja szerinted? Tehát Tóth Vera UFO, ezt mondta Sebestyén Balázs írja. Nem, igen. Nem, pillanatra nem akarok ezzel hosszan foglalkozni, csak azért ezen már én is meglepődtem, hogy ugye van nagyon sok ilyen film, ami arról szól, hogy itt járkálnak köztünk, és előbb-utóbb átveszik az emberek felett a hatalmat. De most már a magyar celebek között is van, azért ezt kikérem magamnak. Hát miért ne lenne? Miért? A magyar celeb az miért lenne értéktelenebb, mint az amerikai celeb? Tehát ha mondjuk, nem tudom, Woody Allen lehet UFO, akkor miért ne lehetne a... Nem. Tehát arra gondolsz, hogy Delhusa John nem a plasztikai sebész miatt fiatalodik, hanem azért, mert ő egy alakváltó? Így van. Igen? Így van. Ő egy alakot tudott fölvenni, amikor megérkezett ide a földre. Hát figyelj, most belegondolsz a miért fedő... Miért nem nevezte meg? De hogyha belegondolsz a fedő sztoriába a Delhusának. Ugye? Aki azt mondja, hogy Albániából érkezett, és ott a gyökerek. Akkor a kamu. Hát itt a kamu. Ő akkor jött le a földre. Igen, akkor érkezett. Érted? Meg. Akkor jött le. Feltűnően jól tartja magát. És ugyanúgy néz ki a csávó 50 éve. 50 éve nem öregedett semmit. És ha ehhez még hozzáveszed a Mindenem a Farmerem című dalt, akkor meg abszolút megvagy. És a buzuki hangja szól, hát na, azt még érted, ezt meg aztán végképp nem tudom hol tenni. Na minden, nem, ez érdekes dolog volt, elolvastam, és én vagyok a hülye, komolyan mondom, elolvastam a cikket, és olyan fáradt voltam, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy szerintem ki lehet.
Azon vettem észre magam, hogy olvasom a cikket, és így azon gondolkozom, hát nézzük már végig, ki lehet. Listát írták, kihúztad ő. 5 perc után jöttem rá, hogy Bali, nem kell mindent azért elhinni, amit olvasom. Egyrészt, de ha már ezt mondta a Pataki, akkor legalább tedd már meg, hogy alszol, és nem azon gondolkozol, hogy ki lehet. Vagy legalább fölhívod a Patakit. Szerintem akkor ki lehet, igen. Vagy följük a Patakit, és megkérdezzük, csak már egy ideje nem annyira akar velünk beszélni, hogy hallja, hogy keressük, akkor még a telefonját is kútba dobja. Hogy, és ott jöttem rá, hogy már velem is kezd baj lenni, ha lepörgettem 4-5 celebet, és azon gondolom, hogy ő vagy ő, vagy talán ő, vagy talán ő. Kiről tudjuk elképzelni? Hát ezek szerint hiteles a Pataki, mint UFO kutató. Miből ismered fel? Az UFO-t? Igen, honnan? Olyan kis sugárzása van, onnan felismered? Hát én nem értek az UFO-khoz, a Pataki tudja felismerni, de ha azt mondod, hogy ugyanolyan alakban van, mint az emberek, hát én a Men in Black című filmet láttam utoljára egy UFO témában, ugye én picit le vagyok maradva a filmes világban, ott az volt például, hogy aki UFO volt, annak a szeme, amikor pislogott, az egy ilyen hártya húzódott rá. Tehát ha valaki furán pislog, akkor A szemébe ment valami, B ő UFO. Igen. De ezt, csak ezt tudom gondolni. Igen. Most is van egy ilyen jó ilyen ufós, nem is ufós, inkább ilyen vámpíros sorozat. Kicsit azzal le vagyok maradva. Na mire, teljesen reménytelen rácsörögni, mi? Ugye? Gondolom. Ugye? Aha. De volt valami, ami megsértődhetett ránk. Adtunk rá okat, Feri. Úgy érzed? Adtunk rá okat. Én nem tudom, hogy most keresgélek a gondolataim között, hogy úgy nagyon nem. Hát most nyilván elmondtuk, hogy fúri. Mindegy. Annak kérdezem meg, hogy fél után nem akar-e velünk kettő mondatot beszélni, csak arra, hogy akarunk neveket, vagy monogramot, vagy mondja azt, hogy NK, vagy mit tudom én. Nek, hogy miről ismered föl? GL, és akkor tudom, hogy mit, Galamos Lajos, vagy. Ja, most megint őt mondtam, de hülye vagyok. Nagyon szeretek, nem van. Azért mondtam. Nem, semmi nem, csak hogy eszembe jutott egy név, akkor TV, és akkor tudjuk legalább, hogy ki lehet az, nem? Mondja el. Meg azt mondja el, hogy honnan ismerem föl én az UFO-t. Hát igen. Most én bizonytalanságban vagyok. Hát elég sokat jársz műsorvezetni ide-oda. Hát találkozol valakivel, oszt UFO. Hát ne legyen már ez. Tehát, hogy akkor tudjuk, hogy ő mitől. UFO, oszt UFO. Oszt UFO. Érted? Oda mész, oszt ő egy csak UFO. Igen. Na, viszont én Nostradamus jószlát rákattam. Neked és tényleg aludni kéne, de komolyan. Lehet, igen, kicsit kezdek megkattani, és már ilyeneket tanulmányozok. És ez a cikk arról szól, hogy mi az, ami bejöhet Nostradamusnak, és mi az, ami már tulajdonképpen megjövendőlt, és meg is történt. Egy elég hosszú cikkben boncolgatták, hogy mit mondott ez az ember, aki egészen kivételes képességekkel rendelkezett, és hát apró kicsi verses formákban hozta ugye ő létre ezeket a verseket a középkorban, és beszélő egyébként a földön kívüliekről is, de nem abban a formában, hogy Pataki Attila megállapítja majd, egy híres magyar énekes megállapítja, igen, egy kopasz magyar énekes megállapítja majd, hogy a többi közszereplő UFO. És végigvettek egy-két jóslatot, ami arról szól, hogy tulajdonképpen egy csomó minden megtörtént, amit ő mondott. Érdekes, érdekes maga a cikk. Már előre is utal, hogy mi lesz még? Azt is bontogatták, vagy fejtegették most, vagy most csak azokat, amiket már meg. Azokat, amiket ő mondott, azokat, amiket mindig integetszak össze, azért adok, mert azt hiszem, légy van a szobában. Hogy azokat is, amiket mondott, meg azokat is, amiket még jövendőlt, de még nem történtek meg, majd mindjárt mondom, hogy mit mondott. Azt mondta például, hogy jégeső hull majd az élet pusztul, kisebesedik a bőr, a nők gyakran nem akarnak szülni, az új járvány éhínség követi, sérthetetlen csillogó tárgyakat látni az égen. Azon. A jégeső az oké, az bejött. Tehát, hogy ugye jégeső hullik az égből, ez előfordul a Földön. Tehát, hogy ez van. Kisebesednek az emberek. Igen, hát itt lehet bármilyen ökológiai katasztrófa, ugye? Lehet például a jég, az eső, aha, a radioaktív tartalma, ugye ott van például a Japánban történt hatalmas katasztrófa. A Fukushimai erőmű? A földrengés, így van. És hát az egy tulajdonképpen bármennyire is tagadják a japánok, az például egy nukleáris katasztrófa volt. Hát hányan haltak meg? Hát az döbbenetes volt, ugye a szökőár következtében. És hol írja a Nostradamus a nukleáris katasztrófát? Ő csak azt írja, hogy jégeső hú, majd az élet pusztul, kisebesedik a bőr. Aha. A nők nem akarnak szülni. Az új járványt éhínség követi, sérthetetlen csillogó tárgyakat látni. Na, az égen. Ez az utolsó az érdekes. Sérthetetlen csillogó tárgyak. Hát az mi más, mint az UFO. Mint az UFO. Na. És ugye mi történt? Volt egy szökőár, ugye, egy cunami, azt egy földrengés indította el,
és onnantól kezdve pedig ugye hát a fukushimai atomerőművel pedig megtörtént az atomkatasztrófa. Bármennyire is azt mondják, hogy ez nem az volt, hát hány, tényleg hányan haltak az meg, az valójában az volt. És mennyi radioaktív levegő vagy szennyezett levegő sugárzás került ugye a levegőbe, beszennyezve ebből később az egész bolygót, hát ezt érezték ugye a skandinávok is jeleztek, hogy ez itt van nálunk tulajdonképpen. Aztán ugye mérgező csapadék hull az égből, ha pusztul az élet, akkor az állatok is megdöglenek. Az atomkatasztrófa utáni eső az mérgező. Igen. Ezt jól írta. Ezt például jól írta, és ebből igen, valóban mindenki elpusztul, vagy hát akit elér. Igen. Az érdekes, hogy mire utalhat azzal, hogy sérthetetlen csillogó tárgyakat látni az égen, nyilván nem a repülőkre, mert hogy ő azt megjósolta, hogy fogunk repülni. Aha. Valamikor. De ezek a sérthetetlen csillogó tárgyak az égen, hát beütött, hogy UFO, és mit mond? Hát ilyen jelenség, olyan észlelés, hát ezt folyamatosan mondják. Csillog, nem? És nem lehet lelőni. Csillog, és nem tehát tudsz, vele, nem igen, tudsz vele tulajdonképpen mit csinálni. Nem? A repülőgép vagy a repülőkre gondol, és jó, a csillogó jelzővel illetni, ez is érdekes, de hát ezt én nem gondolnám. De tehát meg a repülő nem sérthetetlen. Tehát nem sérthetetlen, meg ez nem is odaillik, nem? Jó, ez biztos, hogy UFO, ezt adom, ezt a pontot adom. Tehát ő már megmondta akkor, hogy jönnek az UFO-k. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott. Neki látomásai voltak, vagy ő csillagokból jósolt? Szerintem látomásai. Nem vagyok egy nagy Nostradamus kutató, ezt be kell valljam nektek, de csillagokból én azt hiszem, is, tudom, hogy csillaggáz volt, és akkor ott valami történt, valami eltört benne, és akkor úgy érezte, hogy verseket kell írjon. Igen. De ő nagyon sok mindent egyébként megmondott. Megmondta a két világháborút. Beszélt Hitlerről. A 20. században. Mm-hmm. Hát, hogy azért ezeket hogy? Azt nem lehet, mondd hogy, meg nekem, azt hogy. Nem lehet, hogy egy kicsit már mi magyarázzuk bele, tehát, hogy ő írti ugyanilyen jóslatokat, mert azért nagyon korrekten mindig nem mondja ezt, hogy világháború lesz, meg ilyen lehet, hogy persze az ő korában ezek a kifejezések még nem is voltak meg, hanem írt valami olyat, amiből aztán mi később, miután megszületett az esemény, vagy megtörtént az esemény, összepárosítottuk a kettőt. Érted? Aha. Tehát, hogy ő egy ilyen nagyon ügyes jövőbe látó volt abból a szempontból, hogy körülbelül kitalál dolgokat, de aztán mi húztuk rá ezeket, hogy akkor jaj, tényleg itt a világháború, jaj, tényleg Hitlerről írt. Sem tudom pontosan idézni mondjuk a hitleres versét, amiben a diktátort magát, a 20. század egyik legnagyobb emberírtóját ugye megírta, tehát nem tudom, hogy pontosan ő ott mit írt, de lehet, hogy csak azt írta, hogy majd jön egyszer a jövőben egy ember, aki, vagy leírta azt, hogy neki kis bajusza volt? Azt nem, az pontosan nem a 20. században ír egy emberről, aki nagyon-nagyon aha, sok bajt okoz, igen. De nagyon-nagyon-nagyon sok olyan levél van, meg levéltöredék, ahol konkrétan mondjuk a 20. századi eseményeket, vagy a 21. századi eseményeket is ír. Tehát ír például Izraelről, egy olyan államról, amit nagyjából leírja, hogy pontosan hol van, hogy kik segítenek neki, és hogy Jeruzsálemet egyébként minden oldalról megtámadják. És ezt is a 20. és a 21. századra írja. Na most azért ezek kemény, ilyen teljesen döbbenetes dolgok, hogy majd elmondja egyébként, hogy segítséget kap erősebb országoktól, nyilván nem ezen a nyelvezeten, tehát ez történik ugye az Egyesült Államok segítségével. De komoly. Történik meg azért Izrael megmentése sokszor, nem? De abszolút, csak azon gondolkodom, hogy akkor tényleg létezik ez, hogy jövőbelátás, tehát vagy megérzés, vagy mivel állítólag dolgozott? Ő kétféleképpen dolgozott, látomásai voltak, tehát ezeket a látomásokat írta ő le kis versekben, vagy aha, hosszabb versekben, vagy levelekben is, és a csillagokból is jósolt. De leginkább egyébként a látomásai alapján írta ezeket a jóslatokat. Ahhoz inni kell? Tessék? Inni kell a látomáshoz, vagy az hogy jön? Lefekszik aludni az ember, vagy bevesz valami? Hát ahhoz abszintot kell lenne neked így. Próbáltam már, de még láttam ahhoz, semmit előre. Ahhoz neked abszintot kellene írni sokat. Úgy nem volt neked? Nem jött semmi? Nem. Ő vagy varázsgombát használt, vagy valami más szert, Nostradamus. Egyébként olyan hálátlan szerep, gondolj bele. Mert hogy ugye ott neked akkor senki nem hisz. Most én elkezdenék beszélni 2500-ról, mindenki kiröhögne. Mire az megtörténik, te meghalsz. Tehát, hogy nyilván egyfajta számkivetettség van a dologban. De ő elmondta egyébként, a fekete elnököt is megjósolta ugye az Amerikai Egyesült Államok. Tehát nagyon sok konkrétum van, ami azért nem lehet csak úgy, hogy pont bejött. Nem? Tehát Obamába belemagyarázni, hogy fekete, azért az picit nehéz.
Hát jó, de azt azért lehetett gondolni, mert akkor is, hogy egyszer lesz olyan világ, nem? Jó, de 500 évvel ezelőtt. Nem, mondjuk nem, nekem szóval se jutott volna. 500 évvel ezelőtt. Nem jutott volna eszembe nekem se. Meg akkor, hogy miért pont erről ír, tehát nyilván még ezer másról írhatott volna, akkor valószínűleg ő látta ezt a dolgot. Igen. Szóval nagyon-nagyon-nagyon érdekes egyébként ez a dolog. Tehát amit a Pataki Attila mond, azt is most lehet, hogy nevettek rajta emberek, és lehet, hogy az is egy ugyanolyan komoly dolog, mint a Nostradamusé. Igen. Közel-Keletről is jósolt egyébként. Meg amikor azt mondja, hogy mondtam egy olyan jóslatát egyszer, hogy repülőgépek fognak aláhullani az égből. Aha. Na most itt is mire lehet gondolni? Háborúra, ahol ezeket lelövik, vagy utasszállítógépre, amik lezuhannak, de hát ugye mondjuk az 1900-as évek, vagy a 20. század elején kezdték el egyáltalán a repülést. Ugye ő pedig, ugye hát tudjuk, hogy azért erősen a középkorban élt, most ezt megjósolni mondjuk 500 évre rá, vagy 500 évvel előtte, azért ez mindenféleképpen megdöbbentő. Amíg azt se tudtad volna megjósolni akkor, hogy lesz ilyen, hogy repülőgép. Hát igen. Ugye, tehát azt is kellett tudni, hogy lesz repülőgép, és a zuhanást is kellett tudni. Kemény. Nagyon kemény. Egyébként azt mondta, hogy ha egyszer a Amerikának fekete elnöke lesz, akkor az lesz az utolsó. Oh. Tehát, hogy itt ennek a vége. Aha. Nyilván szerintem ezzel kicsit mellé ment, mert hogy jobban most tölti ugye a második ciklusát, és valószínűleg lesz utána elnök. De hogy ő például a fekete elnökről azt mondta, hogy vége van. Aha. Tehát eddig is nem tovább. Másfajta berendezkedés történik ezután az adott országban, de hogy jobban lesz az utolsó elnök. Aha. Hát lehet, hogy utána jön Hillary. És akkor ő már mint nő lép föl, és arra gondolt, hogy férfi nem lesz több. Igen. Én mondjuk így magyaráznám ki. Nagyon érdekes jóslatok ezek egyébként. Ugye elgondolkodhatja az embert. Valamikor ilyen négy soros kis versecskékben írja, van, amikor hosszú leveleket is írt, azokat már az élete vége felé írt állítólag. Nem tudom, hogy ez mitől függ, de minden esetre jó így ezeket tanulmányozni, hogy elolvasol egy párat, és megnézed, hogy mondjuk mi történt az elmúlt egy-két évben. Aztán lehet, hogy tudod, ő mondott valamit, és te tényleg belemagyarázod. Minden esetre azért a dolog érdekes. Rólunk nem írt magyarokról? Valami rövid szösszenetet? Nagy nemzet van születik szerint. Kis emberekből. De se? Nagy nemzet születik. Jön majd egy szakács szemüvegben. Egy kicsi és egy nagy szájú. Hosszú-hosszú éveken keresztül. Beszélnek az majd valamiféle... kábellel ellátott, nem tudom, dologba, és utána, igen. Nem vagy mellettük, mégis hallod őket. Igen, szóval, hogy gyorsan. Na, én keresek magyar jóslatokat is egyébként, lehet, hogy jött. Igen, van, azt nézem, hogy van magyar jóslat. Na, mindjárt megnézzük. A Ring Show. Másfél hónapon keresztül. Yes, sir. Élőben. Dél-Afrikából. Am I the radio, Titiwa? És most... kapcsoljuk Dél-Afrikát! 3-4-8, ez pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! Rádió Titua! Kezded megkedvelni, mi? Ezt imádom. Na, magyar jóslatokat kérdeztél Nostradamusról. Csak egy-két dolog, hogy mit mondott. Azt mondják, hogy Zrínyi Miklós is, ugye, Szigetvár védője kért tőle egyébként egy jóslatot. És a következőt írta. Akinek mindezt írtam rendelése, 3 hónappal él tovább, mint magam. Csatát veszít, de a harcnak nem lesz vége, minden ledölt toronynak súlya van. Ezt jósolta. Aztán, mondott néhány szót, vagy szólt néhány szót Petőfiről is. Ezt találta, mert hogy vannak Magyarországgal kapcsolatos jóslatok. Hogy ezt így hogy? Figyeld. Alacsony sorból jött ifjú legény, kinek Isten nem sok évet enged, de senki sem tesz túl a szellemén, legnagyobb poéta lesz, kit Pannónia termet. Vándorol sokat és gyorsan él, egész világra szól minden sorsa, csontjait őrzi délen csatatér, nyugvó helyét nem lelik soha. Hát ez annyira konkrétan róla szól, és ugye még az Rinyi sztorit, azt körülbelül érted meg kortársak, de Petőfi 300 évvel későbben él, megírja, hogy nagyon sokat ment, hogy csatatér, hogy nem találják a testét. Délen őrzi csatatér, és nyugvó helyét nem lelik. És Pannónia a legnagyobb költője lesz. Hát azért ez... Szóval azért ez döbbenetes. Nagyon sok, nagyon sokféle Nostradamus jóslat van egyébként, igen. Valaki azt írja, hogy a fekete pápát mondta, hogy az lesz a vége. Nem, beszél az amerikai elnökről is egyébként, hogy a fekete elnök lesz az utolsó, amiben szerintem lehet, hogy egy kicsit téved, de tényleg Hitlerről is, 20. századról, világháborúkról, járványokról. Hitler esetében még majdnem a nevét is. Igen, pontosan az is jó. Igen, igen. Említi meg őt. Igen, hát szóval, hogy komoly. Vagy valami nagyon jó cuccot használ,
Nem? Igen. Szóval azért ennyi konkrétumot azért nehéz. Én most gyorsan belenéztem az életrajzába, hogy ő ugye csillagásznak tanult, meg aztán orvosnak is, ott a pestis járvány idején dolgozott, és azt nem írja, hogy használta valami kisegítő lehetőséget. Azt nem, igen. Azért mondják sokan egyébként, hogy pápa vagy elnök, mert nem azt mondja, hogy egy nagy hatalom elnöke, hanem, hogy egy nagyvilági személy. Na most ez többféleképpen értelmezhető, aha, és ezért látták Obamában beteljesülni ezt a jóslatot. De aztán az is lehet, hogyha mondjuk 20 év múlva lesz egy fekete pápánk, akkor ő arra gondolt, hogy az utolsó. Lesz majd az utolsó. Úgyhogy érdemes ezeket olvasgatni, mert szerintem nagyon... komoly. Nagyon jó. Na, és tényleg, ha csak a Magyarországgal kapcsolatos jóslatokat elolvasod, az is hátborzongató, hogy miket mondott. Nagyon sok Nostradamus könyv van, aztán ennek persze nyilván nagyon sok értelmezése van, de az eredeti szövegeket úgy érdemes összehasonlítani, hogy utána mellé tesznek utalásokat, hogy mire gondolhatod, mert nem biztos, hogy maga a jóslat az neked beugrik. Aha. De van például egy olyan könyv, ahol ő jósol valamit, és mindig mellé teszik az azzal azonos, vagy azonosnak megfelelő olyan történést, amire ő gondolhatott. És akkor így egy kicsit neked is egyértelművé válik. Hogy ez most belemagyarázás vagy nem, azt nem tudom. Hát a Petőfi esetében biztos. Na de most egy ilyet 500 évvel annyira... ezelőtt, vagy 300 igen, évvel ezelőtt igen, mondani, hát azért az nagyon érdekes. Fönn van már Frabato, kérdezzük már meg, hogy ki a magyar UFO. Ez engem most már tényleg érdekel. Ő a magyar Nostradamus. Na, akkor most itt álljunk meg egy picit. Tehát ugye a magyar Nostradamus. Aha, jó, értem. Tehát van egy Pataki Attilánk, aki látja az UFO-kat. És van egy magyar Nostradamus Frabato. Csak egy mondat erejéig, mondja meg nekem, hogy ki az UFO. Én ezt tudni akarom. De ő tudhatja? Tehát neki hát, ha elment már hozzá rendelésre. Aha. Igen, vagy csinált neki egy szerelemkötést, és ő ott közben rájött. Vagy együtt motoroztak a Patakival, és közben a Pataki neki elmondta. És a Pataki mondta el, hogy figyelj, Frabato. Tudom, hogy ki az UFO. És a Frabato megvizsgálta, és tényleg az volt. Csupa, erre azt mondta Frabato, én is tudom. Hát vagy mondja meg, hogy mikor lesz már a nagy találkozás. Már mi nem Pataki Attilával, hanem vártam az UFO-kkal, igen. Itt van a Frabato velünk. Jó reggelt! Hello, Frabato! Ciao! Hello! Te már ilyen... Tudtad, hogy mi hívunk, nem? Hát, már tegnap tudtam. De ezt akartam, mert már tegnap este ki se kapcsolta a mobiliát. Igen. Ilyet te nem kérdezel, hogy halló, tessék ki az. Hát ne, te csak úgy beszélt, hogy sziasztok, fiúk, mondjátok. Minden barátom eljátszol rá. Énként hallgattam a műsort, és tényleg, amit mondtatok, hogy ki lehet a magyar celeb, én egyeztettem is valakivel, nem is mondom tegnap, hogy kivel, ilyen UFO ügybe. Én a Pákot simán mondanám a UFO-nak. Tehát szerintem a Pákot... Nem jó. De jó. Küldték... Azért, mert ő lett volna a kettő világ közötti közvetítő. Lerakták Afrikába, ott se értették, hogy mit mond, átküldték hozzánk, és igazából itt maradt lény, aki semmit nem tud a kettő világ között közvetíteni. Egyébként lehet, igen, egy fél lény, aki itt ragadt tulajdonképpen valahol, és ő nem tudja, hogy mi, de miközben próbáljuk megfejteni, hogy ő mi valójában, igen. Na, de olvasod a Patakit, hát azért ez nagyon érdekes, hogy ő azt mondja, hogy ő konkrétan tudja. Bocsánat, hogy belevágok, én az Attilával beszéltem már erről. Tehát más nézeteket vallunk, és nagyon tisztán, nagyon jól felépítve mondja el azt, amit mond. És hogyha... Ha igen, nemmel, és én mindig kisarkítom a dolgokat, igen, nemmel kell válaszolnom arra, hogy vannak-e UFO-k vagy nincsenek, akkor azt mondom, hogy vannak, bár én még nem tapasztaltam ilyesmit, de nagyon jól levezeti, persze vannak sarkítások ebbe a dologba, de egy a dolog lényege, hogy ha vannak, akkor legalább készüljünk föl rá, mert ha vannak, akkor előbb-utóbb jönnek és jelentkeznek. Tehát jobb, ha fölkészülünk a veszélyre, mintha váratlanul ér minket. Aha, nem rossz. Nem rossz. Ez a fölkészülés, ez mit jelent? Hogy vegyek 3 kiló cukrot, 2 kiló lisztet, egy kis házi mézet, és tegyem le a spájzba? Vagy lelkileg készüljek? Vagy ez hogy kell érteni? Szerintem igen, de a lelki felkészülés nagyon fontos. Hogy elhidd azt. Ugye most kár, hogy a vadon nincsen, és kívánok neki jobbulást, mert a Danikerről hallottadok már, Erik von Daniken. Hát ő nagy UFO-kutató. Igen, nagy UFO-kutató, egy csomó olyan dolgot mutatott, ami utal arra, hogy lehetnek UFO-k. És ezek hát sokan Cochrane-nak mondják, sokan nagy kutatónak mondják, igen. Igen. De van, aki hisz az UFO-kban, van, aki hisz ebben, van, aki hisz abban. Attól függ, hogy olyan témában nyújtatok bele, ami azért jó, mert a Nostradamuson is lehet vitatkozni, nagyon jó jóslatai vannak, és amit kisarkítottatok most a végén, tehát Hitlert majdnem azt hiszem 3 betű eltéréssel megmondta a nevet, és így tovább. Volt tévedés, igen. Tehát 500 évvel ezelőtt.
Tehát ha most beszélünk arról, hogy mi lesz 20-30 évvel ezelőtt, akkor lehet egy kicsit logikailag belerakni dolgot, de 500 évre előre nem? Bár róla azt is mondták, hogy időutazó volt. Igen, jó, hát ez már azért picit elvont, igen, a fluxus kondenzátor lehet, felfedezte. Lehet, hogy ő maga volt UFO. Igen, hogy ő maga volt UFO, és jött, ment, igen, és szépen mindent megírt. Jó, elmondta neked, Pataki, hogy ki az UFO a magyar celebek közül, vagy ezt nem tudtad belőle kiszedni? Én ezt nem is tudtam ezt a... Ezt nem mondta. Ezt tőletek hallottam, nem. Ennyire így nem mentünk bele. Vagy lehet, hogy akkor még ő sem tudta. Vannak lehet, hogy ez egy új... Mi is találgattunk, mert van egy-két celeb, akire azért ez ráillene, nem lepődnék meg, ha egy nyilvános tévéműsorban csak letépni az arcát, és kiderülni, hogy ilyen polipszerű lény van alatta. Igen, maga a Feri az jó, tehát én is keresem mindig ezeket a támpontokat, nem in black. Tehát ezt úgy gondolom el, hogy bizonyos testbe bele sajtolnak egy bizonyos UFO-t, egy valami mást, és amin valami külsőségbeli problémát félsz felfedezni. Na most, én azt mondom, hogy mindenki lehet UFO, aki kicsit több az átlagnál. Arra már azt mondjuk, hogy különleges. Régen ezeket zseniknek hívták, mi már máshogy hívjuk. És igazából ezekben az emberekben bele tudod magyarázni, ami lehet, hogy igaz. Tehát olyan képességekkel rendelkeznek, amit mi nem tudunk befogadni vagy elfogadni, és ezáltal egy olyan energiát, és erre utalhatott az Attila, hogy a leül valakivel beszélni, egy olyan energiát közvetít át, ami több, mint egy átlag ember energiája, és erre már álmodhatjuk, hogy UFO. Ti sokat vagytok együtt az Attilával egyébként? Nem. Úgy érzem az azonosságot, szóval, hogy már, mintha vele beszélgetnénk. Na most tehát, egyébként ez a testben való UFO-skodás, ez úgy működik, hogy mondjuk van egy személy, aki megszületik, és elél 25 éves koráig, és ott egyszer csak beleked, tehát a csonka pici mondjuk, ha ő UFO, érted? Vagy elrabolják. Tehát a csonka picit 25 éves korában elrabolták, kivették a belsejét, és beraktak egy UFO-t. Tehát jön haza a csonka pici egy esküvőről, ahol vőfékedett, 100 plusz áfáért. Akkor még csak 50 volt, hogy fölöttél ezelőtt. Meglátja a fényt, belesétál, felszáll, nem, UFO lesz, visszajön, és ő már UFO. Érted? Vagy ő már úgy születik, csonka pici, hogy például egészen csecsemő. Elfoglalják a testet. Nem úgy születik, mert ez egy másik elmélet az ezotériában, hogy három szülőpáros közül választhat, levezítik az életutadat, és kinél tudod megvalósítani. Én szerintem ők belenyúlnak kívül, és elfoglalják azt a testet. Ezt az elméletet tudom elkövetni, bár még nem láttam. Tehát nem tapasztaltam ilyesmit, tehát nem nagyon hiszem el ezt a dolgot, de ha belemegyünk így logikai alapon, akkor ezt tudom elfogadni. Most például egy ilyen testcsere, azért gondolom, hogy komoly behatással járt, tehát az ember ilyenkor rosszul van, fáradt. Hát hogyne, megkapnám Smukandor testét, nagyon rosszul lenni. Ha a Smukandor tennék beléd, akkor rohadtul megnyúlná a bőröd. Mi az Isten? Andor, gyere! Nagyon meglepődnék. De nézd meg, ki van rosszul. Ki van rosszul itt Dél-Afrikába, kire mentek rá gyengére, bevitték a kórházba, és ott már kimosták az agyát. Holnap visszajön, már nem is ez az ember lesz, aki elment. Majd figyeljétek. Biztos, hogy lesznek más dolgai, mert Afrikában én voltam, hogy behúzol egy csomó olyan dolgot, amire nem vagy föltészülve. Most nem a betegségre értem, hanem az a közeg igazából átformál. Tehát kapsz egy kis olyan löketet arról az oldalról, amit nem tudsz hova tenni, logikailag nem tudod berakni a mi világunkba, úgymond az európai világrendszerbe, és ezért átformál egy picit. Egyébként érdekes világ az afrikai, tényleg. Nagyon sok mindenben nagyon más, mint ami ez egy európai ember. Hozzá van szokva. Itt tanultál meg csontból jövőt jósolni? Igen. Megmondom neked őszintén, nem Afrikában, hanem Indonéziában, de az egy kicsit más, de ott is olyan egyszerűen állnak a dolgokhoz. Azért jó egyébként, mert abban annyira semmi konkrétum nincs, hogy bárhogy áll a csirkelába, azt mondasz, amit akarsz, nem? Hát az a legegyszerűbb. Hát nem, mert le lehet, tehát a sámánok minden szednek ilyen bizonyos tudatmódosító szereket, meg amire a Feri utalt, hogy valamit szedni kell, akkor jobb, mire, mert az agyad bizonyos kapukat bezár. Logikailag próbálsz dolgozni, és ezzel a tudatmódosító szerek kiütöd ezt az egészet, az indiánok is csinálták. És igazából sokkal jobban veszed a körülötted lévő energiákat. De nagyon egyszerű, hogy ilyen jóslás, igen, nem. Tehát a csirkeláb nem merre forog, hanem húzol egy kört, kettéfelezed, bal oldal az igen, jobb oldala nem. Középre rádobod a csirkelábat, vagy a bármit, és melyik oldalra esik.
Na ne adjál tippeket, mert Lulupádre felveszi ezt a menüre, és holnap már ő is, holnap már ő is csinálja, úgyhogy ne... Neki nem oda fog esni, ahova kell, tehát... Jó, szép szúrás. Még egy kivezető kérdés, én voltam itt egy sámánnál, mondjuk szerintem műsámán volt, igen, egy ilyen kulturális faluban, na most ő is csontokból jósolt, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a kis csontok között mi az Istent keresett a kettő darab dominó? Hogy az... Remélem nem fizettél sokat. Hogy az mit jelenthetett? Európai beütés, tehát ez a csont mellé más nem használhat elméletileg. De én is voltam Afrikában, előtt egy barátom ilyen sámának, azon te, menjünk már járjuk körbe, hogy mivel tudnak többet, mint én. Hát megmondom neked őszintén, voltam három helyen. Nálunk, ha Őzre elmész, és bemész az első házba, ott sokkal külön gyorsásba akadsz vele, mint ott volt, amit én tapasztaltam. Egyébként a csontból jóslás, nekem van ilyenem, ez kicsit ijesztően hangzik, Indonéziából hoztam, emberi csontból van faragva halálfej, hát most nem tudom szépíteni, koponya. És ott az a hitvallás van, hogy az az ember, aki meghal, annak az energiáját, hogy a csontjából valami kettárgyat farag, és ez nagyon sokáig élt, nagyon bölcs ember lehet, tehát nagyon sok évet megélt, 70-80 évet, akkor a tapasztalatát, az energiát át tudod közvetíteni ezeken a csontokon keresztül, és a túlvilágról ad neked bizonyos intuíciókat. Én ilyen nem dolgozom, de dobókockát nem rakok mellé, mert az a játékteremben jó. Ha nem lehet, hogy pókerezni akart veled közbe, Feri. Tehát, hogy így egy párhuzamos sikor, mint a jósolt is megmondta, hogy kicsit akkor dobjunk egy kockát, és kicsit játszunk. Frábátok, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon érdekes dolgokat mondasz mindig. Én köszönöm, tényleg. További jó mulatást Afrikába. Ó, köszönjük. Vigyázz magadra. Ciao. Hello. Ember nem mondott még ennyi hülyeséget. Ne, én nagyon jó volt. Tessék? Nagyon szeretem. Nagyon kedvelem, bármit is csinál ő. Bármivel is foglalkozik, és bármiből is él. Én nagyon kedvelem. Mindig van egy-két jó szava bármilyen témához. Nagyon jó. Próbáltam egy konkrétumba belekapaszkodni. Hát igen, ezért ő Frabato, a magyar Nostradamus. Morning Show. Te rossz ember vagy, hogy októberben még nem azon töröd a fejedet, hogy kinek milyen ajándékot vegyél, és kellőképpen konstatáltam itt valamelyik nap, hogy te jó Isten, november közepéig nem indul el. Legalábbis itt, gondolom, aztán kíváncsi vagyok. Hogy... Hát itt azért vannak katolikusok, sőt. Hogyne, tehát, persze, hogy abszolút. Vagy abszolút. Itt nem díszítenek? Szerintem biztos, de hát ez nagyon-nagyon sok európai lakik itt, nagyon sok bevándorlóban persze. De hogy egyelőre itt nem látom. Aha. És hogy otthon egy október 11-én elképzelhető, hogy elindult ez a fajta nyomasztás, amiről én minden évben beszélek, mert hogy egy ilyen neuralgikus pontja ez az én életemnek, ez a tögölj meg te szemét, nem vagy jó ember, ha októberben nem vettél már egy kiló zselé szaloncukrot. Ugye? Szerintem november. Mert most, mert ez még a tavalyi, novemberben jön a friss, nem így van? De majd novemberben lesz azért. Vagy tavaly már volt októberben díszítés, plázadíszítés, meg szaloncukor árusítás. Mikulás már van, azt tudom, mert a BK-val beszélgettem, és mondta, hogy már... vannak a mikulások, 26 fokban. Igen. Az a tavalyi valószínű. Tehát kidobják a tavalyi készletet, és október közepén jön a friss. Mert nem? A Mikulás az másfél hónap múlva jön. Csak mondom. December 6-a, most van október 15. Na de 24 fok van otthon, verőfényes napsütés, és nyilván a kereskedelem nem időjárás függő, én ezt pontosan tudom. Tehát a vásárlók agyába tessék tudatosítani, hogy karácsony van. De volt bennem egy ilyen, jaj de jó. Hogyha itt ezzel nem találkozom, már pedig annyit nem járok vásárolni, hogy találkozzam, hogy majd csak november közepén fogom rossz embernek érezni magam, hogy ne adj Isten, én még mindig nem vettem karácsonyi ajándékot. Egyébként én egy ilyen végére hagyós vagyok. De hogy ez itt nem lesz? Nem lesz, itt elmarad valószínűleg, de majd beszámolok róla, hogy díszítenek-e. Már nem tudom. Lehet, hogy az idén ők is rájöttek, hogy ne stresszeljük a vásárlóközönséget, majd csak novemberben kezdenek el díszíteni. Igen, ugye, hogy nagyon sok olyan áruház van, ami már magában, ugye át tud állni szellemiségében, különböző bútoráruházak, hiperek, hogy ott egészen biztos vagyok benne, hogy talán a kellemes karácsonyi ünnepeket még nincs kint, ugye? Tehát szemtelenség kirakni az indián nyár közepette, de hogy például a kiegészítők terén, a különböző apró csecsebecsék, asztali díszek, hogy biztos vagyok benne, hogy már láttak. Szerintetek itt színesbőrű Mikulás jön? Tehát a csoki Mikulás az itt színesbőrű? Ha mindenhol színesbőrű. Ha nem fehér csokiból készül.
Ja, belül. Az igaz. Nem, hát maga a csoki Mikulás, hát mi minden. Jó, az igen, de a csomagolás. Ja, a csomagoláson. Ott ugye egy finn Mikulás van nekünk. Hát úgy hogy, igen, de belül ugye. Igen, belül, ugye? Hogy ide igen. is Finnországból jön a Mikulás, vagy a színesbőrű gyerekeknek van színesbőrű arcú csoki. Szerintem színesbőrű. Színesbőrű Mikulás. Mert hogy nem tud mit kezdeni vele nyilván. Na, de itt miért nem terrorizálják a lakosságot, hogy te szemét, te nem gondolsz a családodra október közepén? Miért Pesten a 28 fok? Hát az is. Hát nem. Sétálsz a gyerekkel egy pólóba, érted, és már közben ránézek kellemes ünnepeket, rohadjál meg neked is kellemes ünnepeket, nem akarok még október közepén karácsony ajándékot venni, nem vagyok rossz ember, hogy még nem jutott eszembe október közepén a családom. És elindul a nyomasztás, aha. Nem? Ez a fajta nagyon-nagyon erős vedd nyomasztás, meg, amiről szóval... Vedd meg, igen. Meg. A kereskedelem zselé szaloncukrok kilói vannak már a magyar polcokon valószínűleg. De nem a tavalyi, ezt kikérem. Na nem, nem, csak kérdezem, hogy már kint vannak? Vagy szerintem a, igen. Vagy a most áprilisi tojásokból lett ugye a decemberi Mikulás. De olyan gonosz vagy komolyan ez a újraföldolgozás, ez nem is létezik Magyarországon. Ha ne gondolt, hogy amit visszaszednek itt, a csoki Mikulás, azt tehát tavasszal nem tojásnak eszed meg, egy részét nyilván tisztelet a kivételnek, nem? De írnak a hallgatók, hogy van már. Biztos, hogy jön, majd igen, biztos, hogy jön, csak én közel lehalkítom magam, mert folyamatosan ír a János, hogy reklamálják a vegakarja miatt, nem izlet neki a rántotta. Jól van, na akkor jól van, ami ilyenik gyerekek, ez a lényeg. Valamit csináljak és hívjam fel az E201-es szobát, mert igen, elmaradta, rántotta. Többet veszel, több ajándékot veszel, vagy több szaloncukrot veszel, ha már most elkezded vásárolni? Szerintem nyilván erről szól a dolog. De most megveszel egy kiló zselés szaloncukrot. Igen. Hazavitted, beteszed, a gyereknek nem mutathatod meg, mert akkor lebuktad. De rájársz. Fölteszed a felső polcra, hogy a gyerek ne lássa. És te minden napodom is, és kiveszel belőle kettőt? Otthon van. És ugye, ha megvehetnéd, ha egy héttel december előtt hozná ki, akkor te csak egy csomaggal veszel. Ha megveszed október közepén, és mondjuk nassolsz, akkor aha. Potenciálisan te december közepéig, vagy december 6-áig, te meg tudsz venni 4-4,5 mázsa zselészaloncukrot, mert hogyha a család nassol, akkor arra jössz, hogy a férjed megint megette. És aztán november közepén megint elfogyott egy zacskó, aha. És még december elején is. Tehát ugye minél hosszabb ideig teszik ki, nyilván annál többen érzik azt, hogy el kell kezdeni vásárolni. Hát dőlnek az SMS-ek, nem hiszed el. Nem hiszed el, hogy október elejétől kezdve már egyébként mi van. De a csoki Mikulást, vagy már a karácsonyi dömpinget? Csoki Mikulás és karácsonyi dömpin. A Soroksári úti Barkács áruházban már világítanak a hópelyhek. Ez figyelj, döbbenet. A tudod mi a legvége? Az Andrássy út földíszítése. Ott már, ha addig nem vettél semmit, akkor valójában rossz ember vagy, igen. Az egyik bolt láncolatában dolgozom, a Mikulásokat és a szaloncukrokat október első hetében megkaptuk. A vásárlói vélemény nagyon megoszlik, de többen örülnek és vásárolnak belőle, főleg a szaloncukorból. Na. Tehát, hogy nasiba ment át. Megveszed aha. És 6 csomagot veszel. December 6-ig, ugye? Hát nyilván erről szól a dolog. Az év utolsó 3 hónapjában jutsz hozzá csak, meg mondjuk jó, ha karácsony után, ha ügyes vagy, még egy darabig kitart, de tényleg ez ilyen ünnepi desszert. Az osztrákok is így nyomják, már 2 hete kint vannak a karácsonyi dekorációs kellékek, Barkács áruház, Bútor áruház. Furcsa ez 23-25 fokban, amikor azt érzem, hogy még nyár van. Már elkezdődött az egyik Bútor áruházban 2 hete karácsonyi gömbakció. Előre! Karácsonyi gömbakció! De van háziasszony, aki az elején veszi meg? Szerintem igen, mert vagy most még van választék. Kapod, igen? Aha. És azt gondolod, hogy olcsóbb majd, mint ha az utolsó pillanatban igen. Vennéd valószínűleg. Ha olcsóbban kapod meg, meg még sok mindenből tud választani. Úgyhogy ha hazamegyek, és túl leszek a vizsgálatom, a vizsgálatokon... Nem lesz kedved vásárolni. Akkor dehogy nem. Na jó, gyerekek, nem hagyom magam, nem leszek rossz ember ezért. Nem fogtok beszippantani, és nem veszek karácsonyi ajándékot november végéig. Erre neked nem is lesz lehetőséged, hiszen itt fogsz ülni. Ez igaz, most mit fogizom, hogy venném meg, hiszen november végéig szinte otthon sem vagyok? Fie, Feritől várom már az ajándékot. Nem nézem meg, Feri, csomagolt be, tehát hozhatod bátran. Addig nem várjál fogom fél kinyitni. Lábon. Én semmit nem merek vinni, mert a NAV úgyis elveszi. Anna, figyelj, azt nem te fogod kinyitni, a NAV fogja kinyitni. Szombaton egy kairói járattal érkezik a Liszt-Ferenc repülőtérre. Felszólítjuk a NAV munkatársait. Járjanak utána, hogy Ferenc táskájában mégis mi található itt az elmúlt 2 hét után. Ott ajándékot fogok állni. Vihetek, nem? Tessék? Ha ajándékot, ha nem 450 saját... eurós. Nem, azt a saját felhasználásra. Nem baj, én odaszóltam, hogy tekintsenek úgy, mintha te ezt el akarnád adni. Persze, saját felhasználásra, aztán perre most. Persze. 450 a saját, persze. De Annának vihetek egy gyémán darabot. Nem fogok tiltakozni, mondom, Annav ott fog állni, Annav. Én ott állom a Schillerrel, karba öltve. Várunk téged. Szép lesz. Igen. Jó, van, karácsonyozzál csak, mert tőlem tudod, mit fogsz kapni. Mutatom.
Tessék! Júj, de szép! Ha ezt látnák a hallgatók, atya úristen! 10 óra után rohanját csomagolni ajándékon. Ez az, mennyi vásárolgassa, hogy egyébként nem rossz ötlet, minden. Mert a papírt is meg kell venni időben. Ne ott szembesüljek 24-én. Hagyjál majd. Már az október 13-ai, hogy meg kell venni a csomagoló papírt. Tényleg ne ideg. Nem ne. Tudod még, hogy mit akarsz becsomagolni. Nincs meg az ajándék, Anna. Hagyjál 5 perc alatt veszel 40 ív papír. Nem, hát nem, van. Sorra fog állni, és elviszik a legszebbeket. Most kell megvenni az igazi angyalkását, a csillogósat. Úristen, ugyanolyan neurotikus vagy, mint a János, teljesen. Kellemes ünnepeket, fiúk! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel.